A Kulturális Minisztérium 20 ezer eurós támogatásának köszönhetően folytatódik a Szalánci vár felújítása. A Kassától 20 kilométerre délkeletre fekvő Nagy-Szalánc várának rekonstrukciója 8. éve tart. A várom területén egész nyáron zajlik a munka. 12 közmunkás dolgozik a fennmaradt várfal konzerválásán és a torony rekonstrukcióján, valamint belső tér kialakításán és lépcsőzetének megépítésén, hogy a 20 méter magas építmény eredetileg nem átjárható szintje csigalépcsővel kössék össze. A torony elsősorban kilátóként szolgál majd. Ez évben sikerült nekünk a várnak a tornyában bevégezni a második meg a harmadik emeleten lévő boltozatot, és a falnak, a vár falának át volt, be volt végezve a koronája. A végső cél az, hogy a várban lévő tornyában visszahelyezzük a volt kiállítást, amelyik még a Forgács István hozatott létre a 19. századnak a végén. A civil szervezet a vár tulajdonos helyi önkormányzattal együttműködve próbál tenni a várom megmentése érdekében. A torony legértékesebb megmaradt részei a gótikus ablakkeret és az egyedi francia mintára épített valamikori tetőszerkezetet tartó konzolok. A vár rekonstrukciójának célja stabilizálni az összes olyan fennmaradt objektumot, ami a földszint felett van. A tornyot, a várfal részleteket és az északnyugati bástyát. Célunk, hogy a várot megmentsük a következő generációk számára. A felújítás még nagyon sokáig eltarthat, mivel történészekkel és régészekkel is együttműködünk, akik folyamatosan a rekonstrukció alatt is dolgoznak a kutatáson, ami alapján statikailag biztosíthatók és felújíthatók az objektumok, mondja a polgármester. A torony és környéke egyenlőre biztonsági okok miatt nem látogatható. A gótikus építményt a tervek szerint 3 éven belül nyitják meg. A túrázók csak az egykori vár alsó udvaráig mehetnek. A váromhoz vezető erdei úton viszont pihenő teraszokat alakítottak ki. A szalánci gótikus várat már 1230-ban is említik az írások. Volt 5. Istváné, majd a szalánciaké, Drugeteké és a Losonci családé, majd a Forgácsok tulajdonába került. 1644-ben első Rákóczi György a vár alatt győzte le 3. Ferdinánd császár seregét. Az osztrák udvari döntés értelmében 1679-ben rombolták le Tököli Imre felkelése idején, de a 19. században a tornyot Forgács gróf visszaépítette, és nemesi családi múzeumot rendezett be benne, ami a két világháború között még működött. A torony a II. Világháború idején 1945-ben kiégett. A hosszúra nyúlt vármentő munkálatok még évekig eltarthatnak.